Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 29-éig. Ezen a héten nem történik különös esemény, ami a csillagokat, ami az asztrológiát illeti, ezért most nem térek erre ki, hanem megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák az egyes napokon. Hétfővel kezdeném, a hétfői napon a hold uralkodik, itt látható a hold szimbóluma, megnézzük azt, hogy mi várható. Itt a képen megjelennek a botok. Előre mennek az események. Ez utalhat egy utazásra is. De ez a kártya azt is jelentheti, hogy sok a dolgod. Hol itt vagy, hol ott vagy, hol amott vagy, hiszen megpróbálsz mások kedvébe járni, vagy segíteni akarsz, és nem tudsz nemet mondani, az jelentheti azt, hogy előbb vagy utóbb, akkor kimerült vagy, fáradt. Az a fontos, amit ez a kártya itt közöl, hogy olyan dolgokra figyelj oda, ami most tényleg fontos. Az is lehet, hogy ez nem a te helyzeted, hanem az ő helyzete, és ő viselkedik így, hogy mindenkinek a kedvébe akar járni. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, és itt van Mars bolygó szimbóluma. Megnézzük, hogy mi várható ezen a napon. Itt látható a visszahúzódás. Ellentétes tulajdonképpen ezzel a kártyával, mert itt ez a kártya jelenti a mozgást, de ez túl sok helyen akarod magadat bebizonyítani. És itt ez a kártya figyelmeztet téged, légy inkább visszahúzódó, pihent ki magad, az a fontos, amit te akarsz, és nem az, amit mások elvárnak tőled. Az is lehet, hogy nála van ez a stressz, és ő kimerült és fáradt, és a keddi napon inkább olyan visszahúzódó, mert pihenésre van szüksége. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, és itt látható Merkur bolygó szimbóluma. Miután kipihented magadat, vagy ő pihente ki magát, kezébe veszitek újra a dolgokat, de másképp, mint itt. Egy dologra fogtok koncentrálni, mégpedig arra, ami fontos. Ez lehet egy találkozás kettőtök között, vagy lehetnek közös tervek, vagy lehet egy új kezdet. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik, és itt látható Jupiter bolygó szimbóluma. Amit most indítatok, az sikerülni fog, hiszen itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Itt a rend van, rendezitek a dolgokat. Az érmék jelenthetik az anyagiakat, a munkát, a hivatást, hiszen ez összefügg egymással, de jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, és az érmék jelentik a föld elemét, a biztonság érzetét, meg azt is,
Hogyha itt van egy elképzelés, akkor az megvalósítható. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, valaki közeledik hozzád. Lehet, hogy kicsit türelmetlen, és itt is a botról van szó, ugyanúgy, mint itt a képeken a tűz eleméről. Itt megvan a mozgás, előre mennek a dolgok, vagy arról van szó, hogy ő közeledik hozzád, vagy arról is szó lehet, hogy te szeretnél itt valamit indítani. Az érmék jelentik ugyan a türelmet, hiszen a föld eleméről van szó, de itt látható kicsit a türelmetlenség. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik, itt a sors kerekéről van szó, és a sors kereke mozog. Jelenti a változásokat, sőt, ez a döntés, ez a változás szerencsét hozhat számodra. Itt is látható, hogy minden rendeződik. De azért ne légy türelmes, hiszen szükséged van a pihenésre, gondold jól át a dolgokat, és akkor a sors kereke abba az irányba fordul, ahogy te ezt elképzeled, ahogy te ezt szeretnéd. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Ez a kép is arra int, hogy légy kicsit várakozó, légy türelmes, figyelj oda az arany éremre. Ez jelentheti az anyagiakat, a munkahelyedet, de az értékeket is. Gondold át, mi vagy ki értékes számodra, mit lehet most megvalósítani. Nem szabad elsietni a dolgokat. Még meg kell állni egy pillanatra, odafigyelni bizonyos dolgokra. Közben van egy hívásom, de rögtön itt vagyok. Közben volt egy telefonhívásom, és itt megemlíteném azt, hogy elérhető vagyok a hotline-on keresztül naponta este 11 óráig. Az elérhetőségem a videó után megjelenik. És én kívánok egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!